A Városháza egyes számú tanácskozó termében soron kívüli testületi ülést tartottak. Az ülést Gyurcsek János alpolgármester, polgármester helyettes vezette le. Jó napot kívánok! Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, a kedves vendégeket és valamennyi tévénézőt. A jelenléti ív alapján megállapítom, 9 képviselő jelent meg, távolmaradását bejelentette Nagyné László Erzsébet. Az ülés határolat képes, azt megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket, azzal a változtatással, hogy az alábbi napirendi pont kerüljön felvételre. 8-as pótnapirendi pont, javaslat Kisújszállás és Kenderes városának a karcagi központi orvosi ügyelet rendszeréhez történő csatlakozásának elfogadására. Először a módosító indítvány elfogadásáról kell dönteni, aki ezzel egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm, megállapítom, egyhangulag elfogadtuk. Van-e valakinek további napirendi pont javaslata? Köszönöm szépen, úgy látom nincs. Javaslom, hogy a 4-től 7-ig terjedő napirendi pontokat a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Köszönöm szépen, megérkezett Nagyné László Erzsébet képviselő, üdvözlöm a terembe, foglaljon helyet, és folytatjuk a tárgyalást. Aki ezzel egyetért, tehát azzal, hogy zárt ülés keretében tárgyaljuk meg a 4-től 7-ig terjedő napirendi pontokat, az kérem kézfeltartással jelezze. Figyelmet kérek, kézfeltartást igen. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadta a testület. Akkor rátérnénk a napirendi pontok tárgyalására. Tisztelt képviselő testület, egyes számú napirendi pontunk. Javaslat a díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe díj, a Karcagért emlékérem és a karitatív tevékenységért díj, valamint a Karcagváros közszolgálatáért díj alapításáról és adományozásáról szóló 1/1991-es Karcagváros önkormányzat rendelet módosítására vonatkozik. A napirendi pontnak a leírásában ugye lehet látni, hogy az idők folyamán időnként hozzá kell nyúlni egy-egy olyan rendelethez, amelyet aktualizálni kell, és ennek szellemébe történik most ez a napirendnek a tárgyalása, amiből a változásokból szeretném kiemelni azt, hogy a Pro Urbe díjnál, ugye eddig csak személyek kaphatták, most pedig szervezetek is kaphassák majd a jövőbe, és ugye a karitatív díjnál ugye kibővítenénk adományozható személyeket, illetve azoknak a különböző formációit non-formális közösségeknek a díjazási lehetőségével. Ezzel kapcsolatosan kérdés részrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk, aki egyetért ezzel, az jelezze. Köszönöm szépen. Annyit hozzátéve, hogy ez a rendelet a kihirdetését ebben a perctől kezdve ugye hatályba lép. Rátérnénk a 2. számú napirendi pontra. Javaslat belvízvédelmi feladatok ellátásához céltartalék képzésére. Gyakorlatilag ugye az elmúlt időszaknak voltak nagy esőzései, amelynek a következményeinek, vagy a tanulságainak a felszámolására, illetve hogy ne ismétlődhessen meg azok az események, amelyek bekövetkeztek. Célszerűnek látjuk egy céltartalék képzését, és annak a szakszerű felhasználását természetesen. Ezzel kapcsolatosan kérdés észrevétel. Bizottsági elnöknek adom meg a szót. Tisztelt alpolgármester, jegyző úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők! A testületi ülést megelőzően ülésezett a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság. Ez is napirenden volt, ez a napirendi pont, és a bizottság támogatta azzal a megjegyzéssel, hogy a céltartalékot az általános tartalék terhére legyen beütemezve, és természetesen volt hozzászólásos, hogy
További források is majd szükségesek lesznek, de ennek is örülünk, ez is már egy lépés a belvízvédelmi feladatok ellátására, ezért természetesen bizottságunk támogatta, és a testületnek is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm. További kérdés, észrevétel? András András képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, a polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Igen, ahogy a pénzügyi bizottságon is hozzászóltam ehhez a témához, és megjegyeztem, hogy igen, nagyon örülünk ennek a 20 milliós keretnek, nagyon örülünk annak, hogy a belvízkérdést, illetve a csapadékvízelvezetésbe ez megjelenik. Én úgy gondolom, hogy tűzoltásnak remek, tehát a azonnali problémák megoldására elegendő ez az összeg, de mint ahogy a bizottságon is elmondtam, hogy a későbbiek folyamán a csatornahálózatunk, vízelvezető hálózatunk teljes rendbetétele jóval nagyobb összeget igényel. Tehát törekedjünk arra, és igyekezzünk egy olyan irányba, ha pályázati pénzből, vagy bármilyen forrásból elérhetővé válik nagyobb összeg, amit ebbe az irányba tudunk, vagy erre a területre tudunk fordítani, mindenféleképpen lépje meg az önkormányzat. Sokáig nem húzható, sokáig nem halasztható ez a történet. Tehát úgy gondolom, hogy a 20 millió forint nagyon jól jön, nagyon nagy szükség van rá, de egyenlőre az összeg mértéke a tűzoltáshoz elegendő. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm az értékes hozzászólást, további hozzászólás van-e? Nincs, ebben az esetben szavazzunk. Ebben az esetben az összeghatár miatt név szerinti minősített szavazást kell tenni. Olvasom a neveket, kérem a szavazatot. Molnár Pál, Dr. Kanász Nagy László, Nagyné László Erzsébet, én igennel szavazok, Karcai Nagy Zoltán, Szepesi Tibor, Pánti Ildikó, Andrássy András, igen. Lengyel János, igen. Kozma Dániel, igen. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk ezt a javaslatot. Rátérünk a 3. számú napirendi pontra, muzeális intézmények szakmai támogatása, Kubinyi Ágoston programban való részvétel. Ez egy pályázati lehetőség, ezzel kapcsolatosan megvan ugye az előterjesztés, kérdés észrevétel van ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, csak annyit a televíziónézők kedvéért, meg a vendégek kedvéért, hogy 4 millió forint visszanem térítendő támogatást lehet ebbe az esetben pályázni. És ez a célkitűzést nézve, ez a Jókai úti tájházban történő felújításra fordítandó lenne. Én azt gondolom, hogy nemes a cél, lehetőség itt van, pályázzunk. Kérdés észrevétel, úgy látom nincs, aki támogatja, azt kérem jelezze. Köszönöm, egyhangulag elfogadtuk. Tisztelt képviselőtestület! A zárt ülés megtárgyalásának a végére értünk, a testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkáját. Rátérnénk a 8-as számú napirendi pontra, javaslat Kisújszállás és Kenderes városának a karcagi központi orvosi ügyelet rendszeréhez történő csatlakozásának elfogadására. Tisztelt képviselőtestület! Ugye 2006 óta az Emergency Service látja el, ugye, Karcag, Berekfürdő, Kumadaras és Bucsa területén a központi orvos ügyeleti feladatokat. Kisújszállás önkormányzata azzal kéréssel fordult hozzánk, hogy csatlakozni kívánna ehhez a ügyeletes rendszerhez. Gyakorlatilag el kell mondani, hogy ennek van egy egészségügyi és van egy gazdasági vonzat. Ha ezt a csatlakozást elfogadja az önkormányzatunk, akkor gyakorlatilag úgy gondoljuk, hogy egészségügyi ellátás szempontjából egyetlen egy karcagi lakos sem fog hátrányt szenvedni. Ennek több oka van, egyik oka az, ugye egy megszokott dolog az Karcagon, hogy egyből mindenki rohan ki a kórházba a sürgősségi ellátást igénybe venni, ez az egyik oka. A másik meg az, hogy ha csatlakozik hozzánk ehhez a körhöz Kisújszállás, ki lett mutatva, hogy egy-egy ügyeletre nagyjából egy eset jut. Tehát igazából komoly igénybevételt nem fog ez jelenteni a rendszer működésére. Gazdasági viszonylatban viszont az eddigi 77 forint per hó per lakos támogatást igényelt az eddigi támogatási rendszerhez, ez le fog csökkenni 45 forint hó per lakosra, ez éves szinten megtakarítást jelent a önkormányzatunk számára, 7 millió 800 ezer forintot. Én azt gondolom, hogy ez nem elhanyagolható gazdasági eredmény,
mert mint a korábbi napirendi pontoknál is elhangzott, vannak olyan területek, ahol sokkal több pénzt kéne a rendszer működésébe tenni, itt meg lesz a lehetőség, hogy megtakarításunkat más területre fordíthassuk a jövőben. Kérdés észrevétel van ezzel kapcsolatosan? Bizottságok megtárgyalták, támogatták, mint ahogy elnök úr is jelezte, elnök asszony is jelezte. Kérdés észrevételt nem látok, szavazásra teszem fel, aki támogatja ezt, kérem jelezze. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek megtárgyalásának a végére értünk. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy a legközelebbi munkaterv szerint 2020. szeptember 24-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésedik a képviselőtestület. Van-e valakinek javaslata erre az ülésre? Úgy látom, nincs. Nyilvánvaló, hogy addig lesz még soron kívüli testületülés, de hát ennek a időpontjáról még most nem tudunk nyilatkozni. Megköszönöm a képviselőtestület tagjainak, a meghívottaknak a megjelenést, aktivitást és a kedves televízió nézők figyelmét. A nyári szünetre mindenkinek jó pihenést és kellemes kikapcsolódást kívánok. A mai testületülést bezárom. Köszönöm szépen!